Néptáncosok nyitották meg a Kálai Világtalálkozó történelmi konferenciáját a Váci Mihály Kulturális Központban. Kálai Kristóf elmondása szerint a hasonló családi találkozók más jelleggel ugyan, de már a 16. században is részét képezték a családi életnek. Régen a teljes család birtokrendszere egységes egészet képezett, amit a családüléseken osztottak szét a családi egységek között, és akkor azon gazdálkodtak éveken keresztül, majd időről időre egy újabb családülésen ezek a egységek között cserék is létrejöttek, és ki más földet kapott. Van olyan történet is, ami szerint egyes feleségek ragaszkodtak a meglévő földbirtokhoz, így akkor feleség és birtok cserére is sor került, de ezt írásos bizonyíték nem erősíti meg, de sztorinak szerintem mindenképpen jó. Nem tervezünk most sem birtokcserét, lévén, hogy 45 után ezeket az akkori kommunista rendszer elvette tőlünk, és remélhetőleg feleségcserékre sem kerül sor a mai rendezvényünkön. A legutolsó családi találkozóra 2000-ben került sor Nyíregyházán. A konferencián a Kálai család életéről, leszármazottairól hallgathattak meg előadásokat az érdeklődők. Ennyi idő alatt, ugye 24 évvel ezelőtt 2000-ben, millenium évben tartottuk a legutolsó ilyen családüléseket, akkor Nyíregyháza, a megyeszékházban hangzottak el különböző előadások. Akkor még Kristóf nagybátyám, a család, akkori családfő védnöksége alatt szerveztük azt az emlékülést. Jó páran azóta elhunytak. Ami itt érdekes lesz, hogy a családnak van egy horvát országi ága is. Ők a II. Rákóczi Ferenc féle szabadságharc idején került ki az ősük Horvátországba, mindmáig megtartották a családi címert, a kapcsolatunk megvolt velük akkor is, viszont most szintén el fog hangzani egy előadás az ő történetükről Holmár Zoltán úr tolmácsolásában. A konferencián köszöntötte a megjelenteket Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár is. Mondandójában kiemelte a Kálai család történelmi jelentőségét, és kitért a jelenkor kihívásaira. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt kálaiak! 1. A magyar nemzet szolgálatát elkötelezetten viselő ősi magyar történelmi család, de a kapcsolatos konferencián fontosnak tartok beszélni a jelenkor nehézségeiről és feladatairól is. A rendszerváltás után több mint 3 évtizeddel olyan kihívásokkal teli korban élünk, amire azt gondolom az utókor is joggal aggatja majd rá a történelmi jelzőt. Talán az önök utódai egy ilyen konferencia keretében. A következő évtizedekben ugyanis eldől Európa sorsa, nem feltétlenül katonai vagy politikai értelemben, hanem civilizációs értelemben. Eldől, hogy Európát képesek vagyunk-e megőrizni keresztény alapjain. Eldől, hogy Közép-Európa képes lesz-e megvédeni magát az őt bedarálni akaró birodalmi és globális erőkkel szemben, képes lesz-e megvédeni szuverenitását. A 3 napos találkozó utolsó állomása Kálósemjén volt, ahol egy koszorúzást és szentmisét követően teret engedtek a kötetlen családi beszélgetéseknek.